Jó estét kívánok! Önök a Pécs TV Szemünk Fénye című műsorát látják. Tudják, minden, ami a gyerekről szól. A gyermekkor nem mindenki számára jelenti feltétlenül a biztonságos szerető fészket, a megtartó szülői szeretetet. Van olyan gyerek, akit nem vártak a szülei. Van, akit érzelmileg vagy fizikailag bántalmaztak. És van, aki egy nehéz élethelyzetben kerül ki a családból, és gyermekkorát egy intézményben vagy nevelőszülőknél kénytelen eltölteni. És ez természetesen nem marad nyom nélkül. Kérdés, hogy milyen életkilátásokkal élnek azok, akik ilyen törést szenvedtek el már az életük kezdetén. Lehet-e nekik segíteni? Kell-e nekik segíteni? Ki az, aki segíteni tud nekik? Vendégem Wiesner Iván, a Van Élet a Gyermekotthon után program vezetője, ötletgazdája. Iván, köszönöm szépen, hogy eljöttél beszélgetni. Én köszönöm a meghívást, megtisztel. Szeretnék egy idézetet felolvasni, tehát egy beszélgetés, nem idézet, amivel egy fél mondat, azért nem akarok börtön töltelék, sem prostituált lenni. Gyermekotthonban élő kiskamaszok szájából hangzottak el ezek a mondatok olyankor, amikor más nem hallotta őket, maguk között beszélgettek. Törvényszerű perspektíva ez? Nem kéne, hogy az legyen. Viszont nagyon sok olyan családból jönnek a bántalmazások véget, hogy sajnálatos módon a ragaszkodás, akármennyire bántó vagy bántalmazó, mégis ragaszkodnak ezekhez az emberekhez. És bár nem szeretnének erre a sorsra jutni, természetesen ki szeretne. Viszont ahogy közeledik az idő, sajnos egyre többen találják meg őket, és egyre többen húznak be olyan csapatokba, mert hogy ezek az emberek, akik ezeket a gyermekeket megkörnyékezik, ezek látszatra nem gonosz emberek. Ők adnak, csak aztán a végén követelnek. És ezek a gyerekeket nem fogják fel, nem érzik az eleinte. Nézzük a rizikót, ami a gyermekotthonban eltöltött élet során vagy élet után következhet. Részben van a gyermekek kiszolgáltatottsága és felkészületlensége, beszélni fogunk erről, és nyilván van az a szociális háló, vagy az a környezet, az a hálózat, amivel ők élnek, és akik hát megtalálják őket. Ugye beszélünk emberkereskedelemről, beszélünk drogról, beszélünk alkoholról, beszélünk prostitúcióról. Hát ez elég sok minden. Veszély. Hát sajnos ez mind-mind-mind jelen van az életükben, és sajnos már többször volt példa az, hogy egymás között is buzdítják. Tehát ahogy így főnől, belekerül egy ilyen csapatba, és már sajnos bent, tehát hogy a gyermekek között is már kerítőként dolgoznak sokszor. Ez az én időmben is, amikor én benn voltam, sajnos akkor is már ez jellemző volt, sőt tudok róla, hogy kik voltak azok, akik szándékosan vittek a lányokat olyan helyekre, ahol sajnos ez lett így a sorsuk. Nagyon naív kérdés az, hogy és hol van ilyenkor a gyermekotthonnak a védőhálózata, vagy a nevelőszülői rendszernek a védőhálózata? Nagyon naív ez a kérdés? Nevelőszülői hálózatból, hát én azt gondolom, hogy kevesebben kerülnek ki erre a sorsra, bár nagyon nehéz, ugye nagyon sok az öröklődés genetikailag, stb. Ebben most így nagyon mélyen nem szeretnék belemenni, sajnos amit otthonról hoznak, örökölnek, azt sokszor viszik tovább. Inkább azt gondolnám, hogy az intézményeknek ből kerülnek ki többen, legalábbis az én időmben az intézményekben kerültek ki többen. Hogy hol van? Nem igazán tudnak vele mit kezdeni. Beszélgetnek. De próbálkoznak? Eszköztár van? Van rá személyzet? Van hozzá tudás? Van hozzá idő, energia? És nem tudom, mi minden kellene még. Személyzet lenne, tudás van, idő, eszköz, energia. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy egy ilyen intézmény, anélkül, hogy kritikát akarnánk megfogalmazni, de elmondható az, hogy ez inkább egy gyermek megőrző létesítmény, és nem annyira gondozással, neveléssel van elfoglalva. Tehát itt mondjuk ez egy nagyon nagy hiátus. Nem kritikát akarunk megfogalmazni, beszélünk arról, ami van. Ez érdekes, mivel ugye maga
az intézmény és ahogy ő szeretne működni, természetesen nem erről van szó. Ők mindent próbálnak elkövetni a maguk eszköz és a maguk tudása által, viszont sajnos jelenleg ebben a társadalmi rendszerben ez nem annyira perspektíva. Szóval, hogy nincs meg ennek sem az anyagi, sem a... Szóval, nem igazán van ez. Nem adottak a feltételek. Ja. A személyes életedben nem szeretnék mélyen belemenni, de nem kerülhetjük el, hogy szót ne ejtsünk arról, okay, hogy neked személyes érintettséged van. Ebben a témában nem véletlenül a te fejedből pattan ki az az ötlet, hogy valamiféle segítő program jöjjön létre azoknak a gyerekeknek, akik nevelő otthonban nőttek fel, azt igazolandó, hogy van élet a gyermek otthon után. Szóval mindaz, amit most egész eddig te beszéltél, az személyes tapasztalatokon alapul, mert hogy te is nevelő otthonban éltél. Így van. Ami publikus, amit szabad. Elmondod? Természetesen. Én 91-ben kerültem be a gyermekotthonba. Még élő családtagomat nem szeretném megsérteni, mert kényes téma köztünk, mert hogy a családom egy része mindig azt mondta, hogy én vagyok a hibás, viszont hogyha valaki így mélyen belemegy az, hogy egy gyermek hogy nő föl, hogy szocializálódik, mi lesz vele, általában ott a szülőknek a nevelésén nagyon sok múlik, sőt, leginkább azon, és nálunk egy ilyen nagyon erős, poroszos, tekintélyelvű nevelés volt az édesapám részéről, ami az én személyiségemmel nem volt kompatibilis. És miután ő azt gondolta, hogy kapott egy üres edényt, amit ő neki kell megtölteni, és az lesz benne, amit ő beletölt, és az nem így történt. Így sajnos úgy tűnt, hogy bennem van a hiba, én el vagyok romolva, és hogy ezt valami úton módon meg kell javítani. És hát azt, amit most így fizikai vagy verbális ilyen bántalmazást így végig lehet vinni, hát én azt úgy kaptam rendesen, mint az iskolai tanulmányaim, stb. Véget, aztán utána odafolyult a dolog, hogy úgy döntöttek, hogy miután ők már nem tudnak velem továbbiakban mit kezdeni, akkor beadtak így állami nevelésbe. Tehát a család döntött úgy, hogy bead téged állami nevelésbe. 14 éves koromban. Ez egyébként a 90-es éveknek a legelején ez még nem volt annyira gyakori, úgyhogy a sok állami gondozott között én egy állami nevelt voltam, akit igyekeztek is nagyon durván kordába tartani az intézetben is. Elég sok jó és rossz dolog történt. Ami mondjuk így pozitív volt, és az életemre nézve pozitív volt az intézményben való nevelkedésben, hogy megtanultam alkalmazkodni. Ugye mi akkor még 85-en voltunk ebbe az intézményben, ahol most jelenleg maximum 36-an vannak. Mi 85-en voltunk, 84 zacis tesón volt, és hát ott azért sosem unatkozott az ember. De amit hozzá kell tenni, hogy ott is leginkább egymást neveltük. Szóval az idősebb nevelte a fiatalt, és akkor attól függ, hogy ki milyen lelkületű volt, vagy mit hozott otthonról, vagy a családból, olyan gengekbe ment bele. Úgyhogy voltak, akik akkor is már inkább a kábítószer és az italozás és a buli felé ment, valaki a sportok felé mozdult el. Szóval, hogy ott is megvoltak így a klikkek, a gengek. Én eléggé kilógtam mindig közülük. Én amennyire lehetett, mindig kifelé orientálódtam. Nagyon kevés időt igyekeztem bent tölteni, bár akkor még nem nagyon volt kimenő, meg semmi ilyesmi, úgyhogy ja, ott voltam benn. Na most nagyon mély traumák azok, amikről te beszélsz, akár a saját esetedben, akár bárki esetében, aki bármilyen okból bekerül oda. Most ez egy példa volt, hogyan kerül be egy gyermek otthonba, például a szülei most a te esetedben beadják állami gondozásba. De sok más egyéb útja is lehet a szülőknek, az élet módja például okozhat ilyet, a szülő elvesztése okozhat ilyen élethelyzetet, a bántalmazás okozhat ilyen élethelyzetet. Kihagytam valamit? Mi okozhat még ilyen élethelyzetet? Igazából nagyon sokszor az van, én azt látom, hogy ezek a gyerekek, akik bent vannak, akár többszörösen elhagyott gyerekekről van szó. Igen, vannak élethelyzetek, amiket úgy mondtál is, hogy a bántalmazásból nem tudja fönntartani, vagy eleve már ugye a rendszerből kikerült, nagyon fiatalon áldott állapotba került, és még az anya otthon sem fogadja, tehát automatikusan csecsóba kerül a gyermeke, őt meg áthelyezik valami utógondozásba, vagy ki kerül már teljes mértékű rendszerből.
És azt látom, hogy ami a rendszerben nagyon nagy változás, ugye 97 óta, hogy a fiatalokat, a 12 éven aluljakat ugye próbálják nevelőszülőkhöz beintegrálni, ami azt gondolom, hogy jó, és vannak nagyon jó nevelőszülők, sajnos lehet hallani olyan is, akik ám annyira jók, vagy nem éppen a munkájukat, vagy sokszor pénzért csinálják, amit csinálnak, és akár túl is vállalják magukat. És azt látom, hogy a rendszerben, akik most állami gondozásban vannak, a többségük már abból kerülnek vissza, hogy a nevelőszülők, ugye, ahogy így, mert nem a saját gyermekük, szóval ott nincsen olyan, hogy bármi van veled, akkor én óvlak, szeretlek, védelek, próbálok téged felnevelni, hanem amint így gond van, vagy probléma van vele, akkor fogják és egyszerűen visszadobják a rendszerbe. És ezek a gyerekek azok, akik már így többszörösen elhagyott gyerekek, ezek a gyerekek azok, akik aztán igazán abszolút se szerethetőnek, se értékesnek nem érzik önmagukat. Most igen, az előző mondatomat, ugye az előző kérdésemet azzal a felütéssel kezdtem, hogy súlyos traumákat cipelnek te is, és minden érintett. Azt gondolná az ember, hogy az elsődleges cél segíteni nekik a trauma feldolgozásában, ahhoz, hogy egyáltalán lehessen arról beszélni, milyen életkilátások vannak, hogy milyen perspektíva van, hogy ne automatikusan az legyen a szorongás mondata itt a kamaszok között, amit kezdtem a beszélgetést, hogy nem akarok börtön töltelik, vagy prostituált lenni. Ugye? Tehát a trauma feldolgozás. Van esély arra, hogy ezekkel a mély sérülésekkel ez idő alatt foglalkozzanak a fiatalok? Igen. Amióta bejárok a gyerek otthonba, ez most lehet, hogy egy kicsit ilyen erősen hangzik, de én nem sajnálni megyek be őket, és nem sajnálom őket. Ez egy életszituáció, egy szituáció, amiben ők belekerültek. Én azt gondolom, hogy senki nincsen jobban megpróbálva annál, mint amit el tudna szenvedni. És miután én is mindezeken végigmentem, és sajnos én is mindezeket elszenvedtem, amiket ők elszenvedtek, ezért nagyon könnyen tudok hozzájuk kapcsolni, értem az ő problémájukat, értem az ő lelküket, például értem azt, hogy miért lógnak ki az iskolákból, miért lógnak ki mindenhonnan, miért akarnak sokkal, de sokkal több figyelmet kapni, mint úgy általában a normális átlag gyermekek. És én próbálom bennük erősíteni, hogy igenis szerethetőek, igenis értékesek, és attól függetlenül, hogy ami történt velük, oké, megtörtént. Próbáljunk ezen túllépni, és azt nézzük, hogy hogyan tovább, hogyan tudnánk akkor ezt így ezzel együtt, ami volt, mivel nem kell letagadni, én se tagadom le, de hogyan lehet akkor ezt feldolgozni. Nekem úgy sikerült, hogy például megértettem azt, hogy a szüleim mit miért csináltak, és meg tudtam nekik bocsájtani, mert egyszerűen megértettem, hogy honnan jöttek, megértettem, hogy ők kik voltak, miért nem volt nekik segítségük, és gyakorlatilag ők nem voltak rossz emberek, szóval ők nem ezt akarták nekem. Ők mindig azt mondták, hogy ők azért csinálnak mindent, hogy mert ők jót akarnak nekem. Tehát a szándék az jó. Igen, csak elég rosszul csinálták. És tényleg így, miután ezeket mind megértettem, és persze ezt egy kamasztól nem várom el, hogy megértse, viszont beszélgetünk ezekről a dolgokról, és valahogy látszik rajtuk azt is, hogy megkönnyebbülnek, tudják, hogy ez nem feltétlenül róluk szól, nem arról szól, hogy ő velük lenne a probléma, hanem gyakorlatilag az, hogy ott egy olyan háttér, ami sajnálatos, az romlott el, és nem ők. Ugye a program, aminek az ötletgazdája és működtetője te vagy 2015 óta. Így van. Stimmel a dátum, köszönöm. Ugye ez a program nyújtja ezt a szolgáltatást, vagy ezt a segítséget. Igen. Van élet a gyermek otthon, vagy a nevelő otthon után. A gyermek otthon után. Igen. Ez egy program, mesélj erről kérlek. 7 éves program. Az átmeneti gyermekotthonban kezdtem, a Gabival, ott gyakorlatilag... Már itt az igazgatónővel. Igen, a szakmai vezető is az igazgatónővel, a Kisbolgárné Kovács Gabriellával. Ővele kezdtem el, hozzájártam be 6 éven keresztül minden héten a gyerekekhez kitartóan, mert az egyik, amit én azt látom, hogy ami nagyon fontos, az a stabilitás. Szóval... most már 8 év alatt, én nem tudom, hogy hányszor cserélődött le, nem csak ott, mindenhol a nevelői gárda, szóval, hogy gyakorlatilag nekem az egyik, ami fontos, hogy a stabilitás, az, hogy a gyerekek tudják, hogy mi minden héten ott vagyunk, mi minden héten lehet velünk találkozni, minden héten lehet velünk beszélgetni. Mert, hogy bocsánat, ez egy
Ez a legfontosabb hiányzó dolog az ő életükben, a stabilitás, a biztos pont, akihez vagy amihez kötődni lehet. Persze, igen, ez rendkívül fontos, és nagyon nagy hiány náluk. Hát most gondolj bele, hogy megszoknak végre egy nevelőt, kijöntik a lelküket, a nevelő kap egy jobb lehetőséget, egy jobb állást, vagy éppen megváltozik az élethelyzete, stb. Akármi miatt is, és egyik napról a másikra nincs. És akkor jön egy újabb, akit ugyanúgy meg kell szokni, ugyanúgy általában olyan egy, másfél, két hónap az ilyen beszokási idő, mire a gyerekek egyáltalán megtanulják kezelni, meg ő is a gyerekeket meg tudják kezelni, mert azért azt kell, hogy mondjam, hogy nem feltétlenül mindig szakemberek kerülnek be, sőt, elég ritkán így a rendszerbe, nem egy túl megbecsült szakma. És, viszont ti ott vagytok 7 éve rendszeresen, mentek mint fix pont. Így van, és a lényeg az, hogy amikor elkezdtem, akkor egy ilyen bibórát kezdtünk el a Gabival csinálni, ami elkölcsi bemutatás a Biblia alapján, szóval hétről hétre a gyerekekhez mentünk, vittünk be sztorikat, sikersztorikat, mint Dávidnak, vagy Józsefnek a sikersztoriát, nagyon érdekes a srác, mert hasonló helyzetből került be, ugye eladták a testvérei, szóval az élethelyzet és hogy végül is a fáraó segédje lett, és ezáltal így át tudják érezni, bele tudják élni magukat ezekbe. Szóval vittünk be ilyen-olyan meséket is a gyerekeknek, szituációs játékokat játszunk a gyerekekkel, és gyakorlatilag ez kezdődött el ott, és ma most már úgy van, hogy a PGO-ban, a Pécsi Gyermekotthonban, meg csütörtökönként csinálunk egy tea délutánt, amiközben ilyen kvízjátékokat, fejlesztőjátékokat játszunk velük, és akkor hétvégenként olykor-olykor, amikor az idő engedi, meg tudunk elég önkéntest összeszedni hozzá, akkor elmegyünk egyet kirándulni. Most is voltunk Pécsváradon egy ilyen vár körüli vártúrán, ahol meg is vendégeltük őket egy ebéddel, és akkor ott megbeszéltük, hogy ott bemutatják a történelmet nekik. Tehát ilyen kis fejlesztő kulturális programokat is igyekszünk nekik biztosítani. És mindeközben ugye erősödik a köztünk lévő kapcsolat, és akkor egyre mélyebb így a bizalom. És későbbiekben meg igyekszünk őket felkészíteni az életre, és így a munkavilágába próbáljuk őket besegíteni. A később az azt jelenti, hogy addig, amíg még bent élnek az otthonban, vagy az otthoni élet után is még a kapcsolat meg tud maradni? Is. Uh-huh. Szóval amíg benn vannak az otthonban, de az otthonban lévők, szóval a 8 év, ugye, most már nagyon sokan kikerültek az átmenetből, ugye jöttek-mentek. Én gyakorlatilag több mint 50 gyermekkel tartom, vagy fiatal felnőttel tartom jelenleg a kapcsolatot, nem napi szintű, de folyamatosan rájuk kérdezek, mi van veletek, néha, hogy ők keresnek meg engem ilyen-olyan dologgal, szóval, hogy folyamatos a kapcsolattartás, mert az én időmben ugye se kapcsolattartás nem volt, és semmi az ég egyet a világon, és semmi nyomott követés, hogy mi felnőttként hogy éljük az életünket. Tehát bezárul a kapu 18-19 évesen a hátad mögött, van, és mész a magadról. És onnantól kezdve magunk útjára voltunk engedve. Pénz nélkül nyilván, vagy jelentősebb pénz nélkül, és jelentősebb felkészültség nélkül. Tehát amíg az intézetben él a gyerek, ugye addig annak az intézetnek legalább valami minimális megtartó ereje bizonyára van, egy minimális bizonyára van. De aztán, amikor onnan kikerül, hát az biztos, hogy az önálló életre felkészítés az nem történt meg ezek alatt az évek alatt. Kérdés, hogy akkor ott mi tartja meg őket. És mi múlik az a te tapasztalatod szerint, hogy valaki hogyan megy, vagy hogyan nem képes tovább menni. Ugye nálad is egy nagyon komoly törés történt. Így van. Nálad is megtörtént az, ami törvényszerű. Így van. Ahogy itt a beszélgetés elején mondtuk, egy nevelő otthon után. Aztán utána mégiscsak sikerült talpra állni. Tehát, hogy hol van az a szűrő? Mi a szűrő? Hogy ki az, aki fönnmarad, ki az, aki nem? És ez egy nagyon kemény kérdés. Én azt látom, hogy akik a rendszerben vannak, úgymond bizonyos mértékig segítség nélkül, mert azért vannak jó szándékú nevelők, vannak jó szándékú szakemberek, akik igyekeznek segíteni. Azt kell megérteni, hogy például egy csoportban, ahol van mondjuk, tegyük fel, 12 darab gyermek, van egy nevelői gárda. Hogyha a 12 gyerekből mondjuk 5 nagyon hangos, nagyon élénk, folyamatos minden figyelmet levesz, akkor a másik 5, aki úgy el van, arra már kevesebb figyelem jut. A 3, aki bennül a sarokban, és soha egyetlen mukkot sem szól, ő velük gyakorlatilag már nincs is törődve, csak akkor, amikor azt veszik észre, hogy már farcolgat meg, mit tudom én, mert ő is ugyanúgy kívánja azt a figyelmet, azt a megkülönböztetett figyelmet, mert azért családban nevelkedett gyermek, azért az anya-apa szemefénye. És hát itt meg azért, hogy mondjam, el tud veszni, aki nem elég hangos.
Én azt gondolom és azt látom, hogy azok a gyerekek, akik valami csoda folytán olyan személyiséggel rendelkeznek, hogy ők akarnak, azok automatikusan fognak. Akik ennek a képességnek, vagy ennek a, nem is tudom, adottságnak a hiányán vannak, ővelük nem. Tehát aki akar, akiben van ambíció, aki motivált. Akinek bármire. Van született, vele született ambíciója, ők fognak automatikusan valamire menni, ők automatikusan járnak iskolába, valami kényszerít, egy belső kényszer kényszeríti őket erre, hogy megtegyék. Viszont akiben ez nincs, akinek a lelki ismerete nem elég erős, vagy nem, vagy nem elég stabil, ők sajnos nem járnak el iskolába, mert is alapvetően semmiféle eszköz nincs is rá, hogy a gyerekeket bármilyen szinten is. Szóval innen már nem lehet őket elvenni. Ugye, mert ha egy családban nem jár valaki iskolába, akkor kimegy, hogy jámít, stb. Meg vannak fenyegetve, és eljárnak iskolába. De aki ide bekerült, innen már nincs. Nincs hova tovább. Szóval itt most már igazából, és amit egyszer föltettél az elején, hogy sajnos tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy nem az intézménynek a probléma, tehát nem az ott dolgozó, és nem ezek az emberek, akikkel kapcsolatban állok, mivel valóban jó emberek, valóban akarnak, de az egész gyerekvédelem, ahogy föl van építve, igen, ahogy mondtad, egy ilyen fenntartó, egy ilyen, én szoktam is mondani a gyerekeknek, hogy fiú, srácok, van három jó évetek, mikor mondjuk, mint tudom, 15 éves, van három jó évetek. Amíg bent vagytok. Amíg bent vagytok, mert itt megkaptok mindent, ruhát, stb. Ételt, elég jól el vannak, fent vannak tartva, szállt, nincsen okpanaszra, meleg van, stb. Viszont onnantól kezdve, hogy kimennek, senki. Senki és semmi. És senki és semmi. Én amikor kimentem, akkor volt egy ilyen életbeindulási segély, ami arról szólt, hogy a családi pótlékot és az árvasági pótlékot, mert ugye időközben édesapám elhunyt, én nekem azt félretették. Én amikor kikerültem 95-ben, akkor kaptam 500 000 forintot. Ez, akkor falun tudtam volna venni belőle egy házat. 2 hónap alatt tapsoltam el az egész pénzt. De a Nike cipőt, bocsánat, szállt, hogy tényleg a sportruházatra, a bőrkabátra, taxira, kivettem filmeket, pizzahát, szállt, hogy meg hát minden, ami szállt, mindenre, volt. Ami addig nem egész volt, mert addig érthető. Nekem volt havi 80 forint zseppénzem, ami egy negyed doboz cigarettára sem volt elég, és onnantól kezdve kaptam egy olyan összeget így a kezembe, hogy figyelj, azt csinálsz, amit akarsz, hogy amit egyszerűen nem tudtam fölfogni. Olyan, mint úgy átlag ember mondjuk így megnyerni egy lottöltöst, és azt hiszi, hogy ez soha nem fogy el. És sajnos sokkal rosszabb anyagi helyzetbe, hát mondjuk annál sokkal rosszabban nem lehetett kerülni, de hogy abszolút lenulláztam magamat. Szóval 2 hónap után ott álltam, hogy nincs tovább. És aztán akkor következett a drog, aztán következett a hajléktalan lét, aztán következett a drogárulás, aztán következett a hatóság. Így van. Eltelt jó pár év, ugye? Így ezzel Iván, és akkor segítséggel, szerelemmel, barátokkal, támogató közösséggel sikerült végül egy másfajta életet elkezdeni. Így van. Ez szerencse volt a te életedben? Vagy hogy élette ezt meg? Hogy én, sikerült neked? Oké. Én ezt isteni gondviselésnek tartom, szóval semmiféleképpen sem szerencsének. Én hiszem azt, hogy van egy gondviselőnk, akit ha az ember kérést megtalál, akkor segít. A másik, ami volt, és amiben hiszek, és az előző kérdésedre válaszolva, hogy én az egyetlen olyan kiutat azt látom, hogy ezek a gyerekek valakihez hozzá vannak kapcsolva. Szóval az a gáz, hogy miután kikerülnek, nincsen hova fordulni. Viszont hogyha van egy mentor, vagy van egy patronáló, és nekem így ez, amit én a leginkább hiszek, és a projektünknek ez a fő célja, hogy minden gyermek mellé, aki ő ezt elfogadja és szeretné, egy-egy patronálót hozzá kapcsolni, hozzá rendelni, akik már az intézet lét alatt is egy biztos hátteret biztosítanak, és utána, miután kikerülnek, akkor még mindig van hova kihez fordulni, esetleg ilyen problémákkal. Nekünk is van egy ilyen gyermekünk, a Noja, aki most már 12 évesen került be, 7 éve támogatjuk, most érettségizik le, most érettségizik, most ballagott, és miután ő kikerül majd a rendszerből, mi akkor is ott fogunk neki maradni,
és remélem, hogy az oltárhoz is majd mi tudjuk őt vezetni. Szóval, hogy ilyen ennyire jó kapcsolatunk van vele, hál' Istennek, őt az átmenetibe ismertem meg ezelőtt 7 éve. Akivel nem vagy ennyire szoros kapcsolatban, mint vele, hanem akivel az intézetben találkozol. Mi az, igen, amit mondani tudsz? Mi az, amit mondani tudtok nekik? Mi az a remény, mi az a szál, amiben ő takapaszkodni tud, amiben ő megkapaszkodhat, és mondhatja, hogy igen, ez az, amiért érdemes nekem akár tanulnom, akár nem tudom, építőközösségbe járnom, nem foglalkozni a droggal, nem foglalkozni azzal, ami lefelé húz, hanem azzal, ami fölfelé. Hogy tartod meg? Ez nagyon nehéz. Mert miért nincs, ne? nincs recept. Ez mindegyik gyereknél valahogy más. Valahogy van, akinél csak a remény van meg az, hogy majd egy 5-10 év múlva látom, hogy valami, ami magot elültettünk, ott kikelt. Vannak sikersztorik természetesen, mert vannak, akik a beszélgetés és a foglalkozás által elkezdtek másik irányba menni. Ezek ilyen nagyon, nagyon pici lépések. Nekem úgymond az átalakulásom több mint 16 év volt. Miután fiatal felnőttként, szokták mondani, hogy megjött az eszem, és onnantól kezdve, ahogy így átalakultam, egy nagyon stabil mellettem a feleségem, ő egy nagyon erős személyiség, még emellett is 16 év volt, mire át tudott teljesen alakulni az életem abban, aki jelenleg vagyok. Szóval ez nem egy egyszerű folyamat, mert azok a veszteségek, azok a hiányok, amivel mi voltunk, az a szeretetlenség érzés, és az, hogy gyakorlatilag a szüleinknek sem kellettünk, és képesek voltak eldobni maguktól ilyen-olyan problémával. Aki azt mondja egyik nap, hogy szeretlek, másik nap meg mondjuk egy egyesél elver, vagy azért, mert nem úgy jönnek az dolgok, nem elég kényelmes számára az, hogy ott vagy, ezért ő intézetbe rak. Gyakorlatilag ezek olyan dolgok, amit nagyon nehéz megmagyarázni, hogy figyelj, te értékes vagy, te szerethető vagy, te kell lesz valakinek. Az édesapád látta a te talprálásodat? Nem, 16 éves volt, amikor ő elhunyt. Viszont édesanyámmal, hála a jó Istennek, ő is egy pár évvel elment közülünk, olyan kapcsolatot tudtunk kialakítani, egy nagyon jó anya-fiú kapcsolatot. Meg tudtunk mindent beszélni, meg tudtuk érteni a dolgokat, de igazából ehhez az kellett, hogy én megváltoztam, nekem más lett a világnézetem, meg más lett a szemléletem. Elkezdtem hozzá nagyon nagy szeretettel és türelemmel közeledni, és gyakorlatilag helyre tudott állni a kapcsolatunk. 2015 óta csinálod ezt a programot, igen, Van élet a gyermekotthon után. Most a Pécsi Közösségi Alapítvány adománygyűjtési programot szervez. Május 21-éig lehet, igen, az adományokat gyűjteni. Gyorsan mondjuk el a címszavakat ezzel kapcsolatban. Aki gondolkodna azon, hogy részt vesz ebben a munkában, csak olyan módon is, hogy támogatja ezt az aktivitást, akkor azt hol és hogyan teheti meg? Ez a Pécsi Közösségi Alapítvány megrendezéséből van. Ez most lesz csütörtökön. Egy ilyen nagyszabású adománygyűjtőest, ez most már az 5., ami Pécsett történik, és beszavaztak. Nagyon sok jó projekt mellett azt gondolták, hogy mi érdemesek vagyunk arra, hogy támogatók jöjjenek. Én két dolog, amit nagyon örülök, hogy ez létrejött. Az egyik, hogy igen, szükségünk van az anyagi támogatásra, hogy ne lenne szükségünk, programokat tudunk szervezni, projekteket tudunk elindítani, és ehhez nagyon sok mindenhova el kell jutnunk. A másik meg az, hogy a kapcsolati tőkék, mert amióta a szárnyai alá vettek, mert lett ez a Lénárd Kata különc díj, amit megnyertem, ami a Pécsi Közösségi Alapítvány jóvoltából volt megint csak. Szóval amióta a szárnyai alá vettek minket a projektet, nagyon sok kapcsolati tőkénk lett, és ezáltal jutottunk el például hozzád is, és hogy egyre inkább ismertek vagyunk, és egyre több ember azt mondta, hogy ez tök jó, amit csinálunk, támogatnak minket, van egy sütik komandó, ahol minden hétről hétre már az emberek sütik a süteményeket, és vihetem be a tea délutánra. Szóval elég sok segítő ember áll be mögénk, de szükségünk van még, mert hogy a megye összes gyermekotthonába be tudunk menni ezzel a projekttel, és mindegyik gyermekkel tudnánk foglalkozni, és én szeretném is, hogyha ez létrejönne idővel. Vézner Iván, nagyon sok erőt kívánok a munkádhoz, hited az van, az egyértelmű. Ja. Erőd is legyen, és időd is legyen hozzá. Köszönöm szépen. Én köszönöm a beszélgetést. Önöknek is köszönjük szépen, hogyha meghallgatták a beszélgetést. 2 hét múlva is itt leszünk, várjuk Önöket a szemünk fényében. Minden jót, viszontlátásra!